ez a tér magának a Balmeknek, Balmek városának a folytatása lenne, vagy egyszerűen be tudnám sétálni ebben a városba, az itteni külső térből. Tehát ez a nagy formátumú Heliopolis, tehát napváros, a nap templommal, templom maradványaival és a köré épített arab város, ugye ezekkel a kis pici bódi épületekkel, zárt épületekkel, és ha közelebb mennek a képhez, már amennyire lehet, akkor viszont megfigyelhető, hogy itt az előtérben nagyon finom kis részletekkel olyan arab jelenetek tárolnak fel előttünk, ami az ottani hétköznapi életnek az egyes kis jeleneteit nagyon-nagyon természetes módon mutatja be, ahogy a házak előtt tevékenykednek a burkuszba öltözött arabok, ahogy a hétköznapi életüket élik, és egy tényleg egy harmonikus világba viszel minket, ugyanakkor a cédusok is megjelennek, és maga az egyébként fő emlékek, amik meg a hatalmas kultúrának az üzenetét tolmácsolják felénk, ami már egy elmúlt kultúra, de tovább él a hétköznapokban. És hát nem beszélve arról a fantasztikus természeti háttérről, amit olyan színvilággal varázsol elénk, ami szinte megfoghatatlan, tehát azok a rózsaszínek, zöldek, a bordónak, a kéknek, a zöldnek, a világos víz zöldnek a olyan keveréke, ami megint csak egy olyan, az egész képre egy olyan szín árnyalatot vetít, hogy a saját önfényünket is átmossa ezekkel a kicsit földön túli fényviszonyokkal. Tehát az egész képnek egy olyan varázsos hangulatot ad, és pont ebben a nagy levegős térben ennek a plasztikája olyan, amiben lépcsőzetes lesz, tehát nem egy sík vásznat látunk, egy pannót, hanem egy abszolút több rétegű, térrétegben egymásra épülő, valós, szinte három dimenzióban kiemelkedő térkonglomerátumot, ami mozgásban van, tehát egy élő, szinte pulzáló városnak a képzetét kelti, mind a mellett, hogy nem egy nyüzsgő város, hanem szinte egy kihalt városnak a építményeit láthatjuk. Tehát olyan sok réteget és olyan komplex rétegeket fed föl magából ez a festmény, amit eddig is